egy nap telt el, mióta hajzat kiegyenlítőztünk, és most a javításokat fogjuk elvégezni. Ehhez ugyanazt az alapozót használjuk előkészítéshez, mint amit az hajzat kiegyenlítő alá tettünk. Ezt mindenképpen érdemes rátennetek azért, hogy ez a felület se legyen nagyon netszívó, egyenletesen szívja be utána az anyagunkat. Ezzel kezdjük. Nyilván, hogyha tudjátok, látjátok, hogy nagyobb rések vannak, akkor ezt érdemes már előtte kitölteni egy sűrű bajzat kiegyenlítővel, és utána ráönteni a hígabbat, így elkerülhetőek az ilyen hibák. Ugye az előző videóban elhangzott egy kommentben, hogy nagyon-nagyon sok vizet kevertünk hozzá, tehát a 7,5 liter víz az meghaladja az 5%-ot, amit hozzá lehet pluszban keverni, viszont én megkérdeztem több szakembert is, és bizony ők is túl szokták hígítani, tehát évek óta úgy dolgoznak, hogy nem a 6 literes ajánlott mennyiséggel, mert azt nem lehet jól elhúzni, tehát az nem terül túlságosan jól. Úgyhogy nem tudom. Én azt gondolom, hogy amennyire lehet, tartsátok be a gyári előírásokat. Természetesen nem akarom benneteket félrevezetni, nem akarjuk, hogy problémátok legyen, nem ez a cél, hanem az, hogy megmutassuk, hogy mi hogyan készítjük el ezeket a felületeket, illetve milyen problémák adódhatnak a munka közben. Ugye az is jól látszik itt a felületen, hogy néhány helyen a buborékok meglátszanak. Na most nagyon sok olyan hajzat kiegyenlítő van, ami hát nagyon nehéz vele dolgozni, mert állandóan buborékos lesz, és hiába használ hozzá az ember tüskéshengert, akkor is előfordulnak ilyen problémák. Viszont ez a felület, azt gondolom, hogy aki dolgozott már hajzat kiegyenlítővel, az jól látja, hogy egy nagyon szép felületet kaptunk, nagyon szép, homogén az egész, nincsenek megfolyások. Mindjárt áthozom az alulecet, megnézzük, hogy milyen lett a felületünk. Ugye én fél centiket simán mértem eddig a betonon, most viszont ez már abszolút szerintem megfelelő lesz ez a felületünk. A javításhoz ugyanebből az ajzat kiegyenlítőből keverünk, viszont sokkal sűrűbbre, mint az a terítésnél történt, úgyhogy ezzel fogjuk majd elvégezni a javítást. Nos, közben ide tettem az alulecet is, és bizony egy 2-3 mm azért még mindig maradt benne, úgyhogy az olyan helyeken, ahol a betonban nagy egyenetlenségek vannak, vagy púpok, vagy megsüllyedések, oda sajnos ez a módszer nem biztos, hogy működőképes lesz. Olyan helyeken szintezőket kell betennetek, és azokhoz a szintezőkhöz kell feltöltenetek. Amit én láttam az interneten ilyen videót, ott kis csempedarabokkal szintezték ki, és ezek a csempedarabok tetejéhez abban a magasságban öntötték ki utána hajzat kiegyenlítővel. Illetve még profi módja is van ennek, vannak ilyen kis 3-4 lábú kis profilok, amiket le lehet állítani, ahhoz szintezik be, és utána felöntik. Addig majd utána ki lehet venni ezeket az ajzat kiegyenlítőből. Ilyen esetben általában géppel szokták teríteni az ajzat kiegyenlítőt, és nem kézzel. Én is főként arra szerettem volna használni az ajzat kiegyenlítőt, hogy a durva felületet azt simává tegyem, hogy rá lehessen bármit ragasztani. Úgyhogy ezt a célt, ezt elértük. De még egyszer mondom, tehát a szintek kiegyenlítését, azt nem lehetett tökéletesen megoldani vele, tehát most nem sikerült. Az is nyilvánvaló, hogy ha ilyen nagy eltéréseket akarunk kiegyenlíteni, akkor sokkal nagyobb lesz az anyagigényünk is ezekből az ajzat kiegyenlítőkből, tehát ez költségesebb mulatság is. Nos, íme be is kevertük az ajzat kiegyenlítőt, ilyen konzisztenciáról érdemes bekevernetek, jó sűrű legyen. Most a javítást, azt pedig nemes egyszerűséggel így végezzük. A spakli segítségével szépen kihúzzátok. És ez már nem fog leszivárogni a mélybe.